Szarvas József, pajta tulajdonos. Itt vagyunk Visszákon. Igazából elmondhatjuk, hogy a falu már erről híres, a visszáki pajtáról. Hogyan éled meg ezt? Hogy kezdődött? Hát megélni az mindig egy nagy élmény nekem. Tehát ez, elmondhatom, hogy nincs nap, hogy ne gondolnék ide. Még emlékszem arra az első megjegyzésére Vicó tanító úrnak, amikor egyszer csak évek után, évek múlva, 2000-ben kerültem ide, évek múlva egyszer csak úgy köszönt el tőlem, hogy szevasz Józsikám, és mikor jössz haza. Hogy akkor megéreztem például azt is ebből a félmondatból, vagy mondatból, hogy már ők úgy így gondolkodnak rólam, hogy már nem csak én érzem azt, hogy belaktam ezt a falut, belaktam ezt a portát, aztán a falut, de közben még a szomszédaimat, hanem ők is úgy gondolják, hogy úgy érzik, hogy én egy gyűjtőbentként ugyan, de azért most már visszáki vagyok. És akkor, tehát amikor a gondolataim és az érzelmeim ide kötődnek, az egy dolog, hogy itt van ez a bukolikus tér, a Kaszás Attila Pajta Színház, amely nyaranta időről időre kinyílik, aztán itt mindenféle forgatag van, meg előadás, koncertek és kiállítások. Tehát ez azért egy ilyen kis családi dologban a feleségem és az én, hogy is mondjam, csak a gondolataimat azért bejárja. De valójában én tudom, hogy az érzelmeim viszont ide kötődnek, nincs nap, hogy ne gondolnék ide valamiért. És ez, hogy pajta volt, pajtába költözött a művészet, tehát minden részletét kialakítottad, hogy valóban visszaköszön az, hogy itt történnie kell valaminek, tehát hogy itt valahogy másképp valósul meg a kultúra. Igen, mert azzal kellett szembesülnöm, amikor ezt megvásároltam, ezt a házat, egy-két éve belül, 2001-2002 környékén, de miért vettem én meg Budapestről 260 kilométerre ezt a házat? Hát mit akarok én ezzel nyaralni? Itt nem lehet, ez egy falu. És egyáltalán olyan udvarod, olyan portán nyaralni, ahol nincs rend, nincs lekaszálva a fű, romos a pajta, ott van a félbe hagyott, oda hagyott disznó, tyúkol, fáskabla, budi, hogy ebben valamit kéne csinálni. És akkor megéreztem azt is nagyon hamar, hogy ezzel például, ezzel a térrel mit csináljon? De ebből lakást nem fogok építeni, az fölösleges, nekem pont elég a benti egy szoba. El nem bonthatom, mert azt megéreztem, hogy ez a tér, ez így jó. Hogy akkor ebből mit lehetne csinálni? És akkor biztos, hogy kell egy olyan érzékenység, amelyel én rendelkezem, hogy elkezdtem a fantázia. Ahhoz kellett hozzá egy kis szivar, kellett hozzá a pálinka is. Az ember itt ült egy romos pajtában, és azon imádkoztam, hogy amíg itt ábrándozok, hogy rá ne dőljön. És akkor azon vettem magam észre, úgy, hogy közben már Kaszás Attilával is beszélgettem, Kovács Gyulával, Porszombaton már beszélgettem, hogy fejben 5-6-7 éven át gyűjtöttem magamban a belülről a motivációt, a költészet erejével, jöttek a vágyképeim, gyűlt bennem, és egészen odáig el tudtam húzni, amíg Attila, Kaszás Attilával sok-sok átbeszélt férfi beszélgetés után Zsigár Viszákról, határon átérő kulturális kapcsolatról, hogy amikor Attila annak idején márciusban, 2007. március 23-án elment, hogy akkor ez egy katarzist indított el bennem, és ahhoz kötődik nálam az az élmény, hogy kész és képes vagyok akkora meglepetésre, hogy egy ilyen bukolikus teret megépítek, és el tudom indítani tartalmilag, érzelmileg, művészileg, kulturális létélményként. Hogy tőled származik ez az idézet, hogy a művészetnek palotája, a kultúrának pajtája is van. Tehát ez a gondolat most már ikonikussá vált, mindenki fölfigyel rá, és mindenki lelkes, ha ezt hallja. Ez mikor jött? Vagy hogy rossz műpa élményed volt? Jól közelíted, mert éppen tegnap idéztem valakinek ezt a mondatot a Nemzeti Színházban, hogy emlékszem, hogy itt volt délelőtt
egy gyerekműsor, egy bábszínház. Délután volt a Nemzeti Színházban egy gyermekelőadás, és ott könyökölöttem a pulton, kávéztam, és néztem kitéve, kiírva, hogy a művészetek palotája, és akkor jött, és összeállt bennem, hogy hát persze, hát a művészetnek palotája van, de a kultúrának pajtája is. És akkor elkezdtem azon gondolkozni, hogy ez mit is jelenthet? Hogy egy ilyen bukolikus tér, amelynek nem ez az elsődleges léte, hogy itt kulturális vagy művészi eseményeket csináljunk, hanem azt is csináltak eleink. Ezt tele volt szénával, kukoricával. Itt morzsoltak, daráltak, fosztottak, fogyott a termény, és elkezdtek itt énekelni, citerázni, mesét mondtak, játszottak, színi előadásokat tartottak. Tehát, hogy ennek az lét eleje megvan az élményben, és ahhoz próbáltam meg valamilyen módon visszakapcsolódni, visszakötődni, visszakérdezni magam, hogy hogyan van az, hogy ilyen térben a falusiak itt, egy kis bukolikus térben itt újra. És azt gondolom, hogy azzal, hogy eltüntették, ellopták, tönkretették a paraszti kultúrát, a zsigereinkben ott van. És azt visszakérdezni, azt gondolom, hogy ez egy nagyon komoly, komoly korszaképítő, korszakalkotó tett lenne tőlünk. Akik ezzel foglalkozunk, nem csak itt, hanem rengeteg, rengeteg apró kicsi helyen, hiányérzetből táplálkozva. Te is jól tudod, hogy elindítottuk ezt a Pajta Kult gyűjtőnév alatt futó közösségi mozgalmat, ahol igazából a pajta tulajdonosokat keresnénk meg, és hangolnánk össze az egész tevékenységünket. Többen arra bátorítanak bennünket, hogy ha ezt elkezdtük, akkor 10 évben gondolkodjunk. Hogyha ezt most 10 évre elképzeljük, akkor te mit látsz magad előtt? Hány pajta lesz? Milyen sűrűn találkozunk falvakban? Úgymond szentőrültek üzemeltetik ezeket, az iskolások is bejárnak, vagy hogyan lehetne ezt a mozgalmat igazából teljesen kivirágoztatni? Óriási lehetőséget látok benne. Óriási. Olyan a hiányérzetnek olyan pontját érinti ez a dolog, olyan zsigeri ez a gondolat. 2002-ben Kovács Zsolt nekem azt mondta Porszombaton, hogy ő akkor már több mint 20 éve mentette, gyűjtötte Kárpát-medence pusztuló őshonos gyümölcs hagyatékát, amely az ő elmondása szerint akkor senkit nem érdekelt, miközben ma már több mint 3600 féle gyümölcsfa van az ő gyűjteményében elmentve. És amikor 2009-ben én azt tanultam belőle, hogy mi lenne, hogyha abból idehoznánk Viszákra, és hozzá csinálnánk egy tündérkertet közösség erősítő szándékkal. A mi kertünkben minden gyümölcsfának viszáki, illetve viszákról elszármazott gyermekgondnoka van, és minden esztendőben annyi gyümölcsfát mentünk be a kertbe, ahány gyermek előző évben a faluban született. 2009-ben volt egy ilyen kert, és a gyulai a gondolati génbank, a gondolat ott. Ma Kárpát-medence szerte több mint 300 ilyen tündérkert van. Érted? Tehát azért ez, amit ez a pajta gondolat is érint, ez, hát persze ez futó tűzként fog terjedni. Az emberek alig várják, hogy a közösségeikben történjen már egy olyan, legyen olyan közösségi tér, ami az övéké. Amit meggyőződésem, hogy a volt régen megépített, a háború után épített kultúrházak, műfázak, azt a funkciót, amiről én beszélek, azt az érzelmi funkciót nem tudják betölteni. Az ő szerepüket meg kell találni, és meg is találja minden falu, minden közösség, de ez más. Jövőre lesz 15 éves a te pajtád története. Tudunk-e pontos dátumot, és mivel készülsz már? Mondtad, hogy nagyon előre dolgozol. Igen, azt tudom, hogy jövő július 14-15-16. Ebben lesz majd egy nagy koncert a Zalaegerszegi Filharmonikus Zenekarral, a Tündérkerti Szabadtéri Színpadunkon, kibővítve persze majd Kodállyal és Bartókkal és Kantabusszal is, és sok-sok mindenki mással. És akkor a 15 éves éveket egy olyan nappal szeretném 15-16 megemlíteni, hogy az eseményeket kiterjesztem. Nem csak itt, Tündérkertben, Panziók udvarán, Kocsma teraszán,
hogy tehát megmutatni azt magunknak, egymásnak, hogy mit végeztünk, milyen fantasztikus dolgot végeztünk mi el az elmúlt 15 esztendőben. Kétségkívül innen, a gondolat innen indult ki, de mennyi, milyen befogadásra lelt az elmúlt sok-sok év alatt. És ez engem nagyon nagy, már előre nagy örömmel tölt el, mert ez meg lesz. Az én tudom, az jó is lesz. No, gratulálunk hozzá, kitartást kívánunk, és akkor reméljük, hogy sok-sok esetben találkozunk itt Viszákon. Dolgozzunk együtt, igen. Mintapajtádban. Köszönöm szépen, és jó munkát. Bildesemnek önmelek kebelén.